Orsi is egy kérdéssel kezdte, én is egy kérdéssel kezdenék. Ki az, aki, vagy legalábbis ki az, aki tud róla, hogy osztott már meg a Facebookon, vagy bármilyen közösségi felületen álhírt? Talán kevesebben, mint az előző válasznál, pedig az nehezebb volt. Én osztottam meg álhírt kétszer is, amiből az első eset az viszonylag egyszerű történet. Szembe jött egy poszt, ha ezt a posztot megosztom, Teslát nyerhetek, naná. Két perc múlva egy volt hallgatóm rám írt, hogy na de tanár úr. És akkor leszedtem. A másik történet az ennél bonyolultabb. Ez Donald Trump megválasztását követő hétfőn történt, és az a hír jelent meg a Facebook falamon, ami szerint a Twitter letiltotta Donald Trump fiókját. Mégpedig azért, mert az akkor már megválasztott elnök túl sok valótlan hírt terjeszt a közösségi médiában. Ennek annyira megörültem, hogy ennek muszáj volt igaznak lennie. Úgyhogy megosztottam, és utóbb kiderült, hogy egy teljesen amatőr szarvashibát követtem el. Ez a hír egy cnn.com.info vagy hasonló nevű oldalon keresztül jelent meg. Nem néztem meg a domain nevet, elhittem, hogy a CNN volt az, amelyik ezt a hírt közzétette, már pedig a CNN-nek hiszek, a .com.info-nak pedig nem kellene. Tettem ezt úgy, hogy évek óta foglalkozom az álhírek kérdésével, a propaganda kérdésével, és úgy, hogy egyébként tanítom azt tanároknak, leendő újságíróknak, hogy mi az a néhány trükk vagy módszer, aminek a segítségével valamit tehetnek. Csodaszer nincs, de néhány lépést mégiscsak tehetnek annak érdekében, hogy ilyen hibákat ne kövessenek el. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert körülöttünk teljesen átalakult a kommunikációs környezet. És most nem a Facebookkal kezdenék, oda fogok eljutni, de azt éljük meg, hogy egyre nagyobb a szakadék a különböző álláspontok között. Egyre kevésbé értünk szót, egyre erősebbek az ellentétek közöttünk. Azt is megéljük, hogy egyre kevésbé tudunk különbséget tenni, egyre kevésbé érzékeljük a különbséget aközött, hogy valaki valamilyen tényt közöl velünk, vagy pedig valamilyen saját szubjektív véleményét mondja el nekünk, hajlamosak vagyunk sok esetben tényként kezelni azt is, ami egyébként pedig valakinek a saját meggyőződése. Hajlamosak vagyunk magunknak hinni, a saját tapasztalatainknak hinni, ahelyett, hogy a hagyományos információforrásokra támaszkodnánk, és ezzel párhuzamosan nagyon erősen megingott a hagyományos információforrásokba vetett bizalom. A média iránti bizalom soha nem volt ennyire alacsony világszerte, és mindazok a szereplők, a politikusoktól kezdve az egyházi vezetőkig, akik korábban gyakorlatilag egy hiteles pontként tűntek fel a társadalomban, mára elvesztették ezt a szerepüket, megkérdőjeleződött minden ilyen igazságforrásnak a hitelessége, szavahihetősége. Azért mindjárt a Facebookkal kezdtem, és mindjárt a Facebookra térek át, mert időben ez nagyon nagy mértékben egybeesik azzal a helyzettel, amikor megjelent körülöttünk a közösségi média, illetve megjelent körülöttünk egy olyan digitális média környezet, amelyben olyan nagy, tényleg világszerte, gyakorlatilag monopól helyzetben lévő vállalatok uralják a kommunikációt, mint a Google, a Facebook és mondjuk a Twitter, ami nálunk kevésbé népszerű. A Google világszerte körülbelül 90%-át bonyolítja le a kereséseinknek. A Facebooknak majdnem 2,5 milliárd felhasználója van, és az elmúlt évek botrányai miatt mondjuk Európában meg Amerikában volt némi csökkenés, de eközben az ázsiai országokban folyamatosan növekedés. Elképesztő mértékben vették át ezek a vállalatok a kommunikációnk fölött zajló uralmat. De vajon tényleg ők a hibásak azért, hogy nem értünk szót egymással, és kétségbe vonjuk azt, hogy kell-e oltást adni, vagy hogy van-e klímaváltozás, nem is beszélve az afrikai vámpírokról. Részben igen. Ebben az új kommunikációs környezetben ezek a vállalatok minden korábbinál többet tudnak róluk. Nem túlzás azt mondani, hogy a Facebook és főleg a Google többet tud rólunk, mint mi magunk, vagy mondjuk a szüleink, az egészen biztos. És hogy ez mennyire jól használható, azt egyetlen számmal szeretném csak igazolni. 2016-os kutatás mondta azt, hogy ha csak a lájkokat vizsgáljuk, tehát nem azt, hogy mit posztoltunk a Facebookon, kik az ismerőseink, mennyi van belőlük, csak azt, hogy mit lájkoltunk, akkor ebből megtudjuk 95%-os valószínűséggel, hogy az illetőnek milyen a bőrszíne, 85%-os valószínűséggel, hogy milyen a politikai beállítódása,
és körülbelül 60%-os valószínűséggel még azt is, hogy a szülei elváltak-e. Csak a lájkokból. Ebben mindig van egy pici hókusz-pókusz, ezt is ugye lehet elhinni, meg nem elhinni, de kutatók ezt kutatói módszerekkel, tudományos módszerekkel megmérték és kimutatták. Ennek a következménye az az, hogy ez a rengeteg tudás a Google és a Facebook és a hasonló cégek kezében arra fordítódik, hogy egyre inkább olyan tartalmak kerüljenek elénk a keresőben, a Facebook hírfolyamunkban, a Twitteren, amelyek várhatóan tetszenek nekünk. Nagyon egyszerű a logika, ezek a cégek azt akarják, hogy minél több időt töltsünk el az ő szolgáltatásaikkal, nekik abból bevételük lesz. Minél többet kattintunk, annál több lesz a reklámbevétel. Ez egy viszonylag egyszerű, sőt, nagyon is egyszerű összefüggés. És ez a rengeteg ismeret rólunk, az nagyon jól használható arra, hogy tényleg azok a reklámok, és nem csak reklámok, hanem azok az ismerősök, azok az üzenetek jelenjenek meg számunkra, akik nagy valószínűséggel lekötik a figyelmünket. Ez egy komoly veszély, mert bezáródunk. Elhisszük, hogy a világ olyan, amilyennek mi látni akarjuk. Ezt hívják úgy, ez egy viszonylag ismert kifejezésé vált az elmúlt években, hogy buborék. Ez a buborék, ez nem úgy működik, nyilván mindenki ezt tapasztalja azért, hogy semmilyen olyan információ nem jut el hozzánk, ami ellentétben állna a világnézetünkkel, ellentétben állna azzal, amit a világról gondolunk, de azt jelenti, hogy bármilyen heves kritikát kapunk egy kommentben a posztunk alatt, ez a közeg biztosítja, hogy mindig mi nyerjük meg a vitáinkat. Mindig több lesz a lájkoló, mint a kritizáló. Visszaigazol ez a környezet, és egyszer csak nagyon magabiztosan, amiatt a sok tudás miatt, amit ezek a cégek tudnak rólunk, azt fogjuk megélni, hogy lám-lám, a világ mégiscsak rendben van, nekünk igazunk van. De hogyan alakult ki ez a buborék körülöttünk? Ez tényleg a Facebook meg a Google találta ki, ők ilyen ügyesek? Nyilvánvalóan nem. Arról van szó, hogy van egy csomó gyengeségünk akkor, amikor információt fogyasztunk. Egyszerűen túl sok az információ, mindig is túl sok volt, mára pedig teljes mértékben követhetetlen mennyiségű információ vesz minket körül, és nekünk valamilyen módon, valamilyen gazdaságos döntést kell hoznunk, mi az, amit befogadunk, mi az, amit nem fogadunk be, véges mennyiségű idő áll rendelkezésünkre, egyszerűen naponta néhány 10 percnél többet tájékozódásra, információfogyasztásra szándékosan, direktben nem tudunk fordítani. És ilyenkor egy csomó olyan szűrő lép be, amelyekről nem tudunk, de amely szűrők egyébként azt a célt szolgálják, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Ne lépjünk ki a komfortzónánkból, ne konfrontálódjunk a világnak azokkal a részeivel, amelyek ellentmondanak a bennünk kialakult képnek. Ez egy nagyon fontos jellemzője az emberi információfogyasztásnak. Azokat az információkat szeretjük megtalálni is, elolvasni is, és főleg elhinni, amelyek eleve azt mondják, amit mi a világról korábban is gondoltunk. Amelyik ennek ellentmond, azt kiszűrjük. Mindig lyukas a tudás. Sosem tudjuk egyben látni a teljes valóságot, mindig egy részleges információ halmaz alapján hozzuk meg a döntéseinket, és azt gondoljuk, hogy de ez elegendő, hiszen ebből a részlegességből a mi számunkra mégiscsak összeáll valamilyen egység. És végül, amikor mondjuk a saját tapasztalatainkra akarunk hallgatni, akkor ne felejtsük el, hogy a memóriánk az nem egy pendrive, vagy nem egy Winchester, beszélgessenek csak a párjukkal, mennyire másképp emlékeznek az elmúlt hétvégére. Ez mindenki teljesen szubjektív módon éli meg, és minél távolabb kerülünk az elmúlt időszaktól, az adott időszaktól, annál inkább átalakulnak az emlékeink is. És még valami, azt szeretjük, ha rend van, azt szeretjük, hogyha a dolgok között valamiféle összefüggést fel lehet fedezni. Különböző pontok között lehet húzni vonalakat. És akkor összeáll, rend van, el tudom magam helyezni a világban, egy nagy térképen, amit ráadásul én rajzoltam. Mindezek az információfogyasztási szokások, ezek nagyon komoly gyengeségeink, amiknek főleg az a kockázatuk, hogy nem vagyunk tisztában velük. Az információfogyasztás, ahogy az én példám is mutatta, az nem az, aminek eddig tekintettük. Alapvetően úgy tekintettünk az információfogyasztásra, mint egy racionális, a tájékozódást szolgáló, a saját okosságunkat, tudásunkat növelő tevékenységre. Eközben az információfogyasztás akkor is, amikor közéleti hírekkel találkozunk, egy nagyon erős érzelmi töltettel párosul,
és ugyanolyan funkciókat is betölt, mint amikor valóságshowt nézünk, vagy filmet nézünk. Valamilyen módon leköti a figyelmünket, valamilyen módon viszonyulunk hozzá érzelmileg is, nem egyszerűen beépítjük a tudást az agyunkba, és aztán okos döntéseket fogunk hozni a sok megszerzett információ alapján. És minél inkább pozitívan tudunk viszonyulni egy információhoz, annál hatékonyabban épül be a saját információkészletünkbe. És ebben nagyon fontos szerepe van annak is, hogy az információfogyasztás ráadásul segít minket egy közösség részévé tenni. Amit mondtam, hogy azokat az információkat szűrjük ki, amik alapvetően egyeznek a saját álláspontunkkal, ez azt mutatja, hogy nagyon komoly szerepe van a csoporthoz tartozás kialakításában ennek az információfogyasztásnak, hiszen minél többen gondoljuk ugyanazt, és minél többen fogyasztjuk ugyanazt az információt, együtt annál nagyobb tömegnek látszunk, és annál inkább igazunk lesz. Hát a saját gyengeségeink azok, amelyek végül is a Facebookot, a Googlet arra késztetik, hogy felerősítsék azokat a tendenciákat, amik az információfogyasztásunkban mindig is jelen voltak. De mégiscsak igaz az, hogy egy új médiarendszerben mozgunk, amely abban a helyzetben van képes arra, hogy ezeket a gyengeségeinket kinagyítsa. És ebben az információs környezetben nagyon könnyű helyzetben vannak a meg nem alapozott, nem professzionális szakmai munkaeredményeként létrejövő információk. Mert ezeket nagyon olcsó előállítani, egyszerűen az emberek mindenféle kutatás alapján jobban vonzódnak a könnyen emészthető, ám de mindenféle valóság alapot nélkülöző információkhoz. Ezek elképesztő sebességgel terjednek, miközben mondjuk az újságírói munka az továbbra is drága, időigényes, és ráadásul egy cikket végigolvasni az lényegesen nagyobb erőfeszítést igényel tőlünk, mint egy egyszerű szomszédunk által írt blogposztot vagy egy Facebook bejegyzést végigolvasni. Tehát nagyon nehéz helyzetben van a valós információ, mert ellent mond a médiafogyasztási vagy tájékozódási lehetőségeinknek és szokásainknak. És ezáltal azt érezzük, hogy hát végül is miért kellene csak az újságírókra hallgatnunk? Miért nem lehet nekem is igazam? Miért nem mondhatom meg én a szomszédomnak, hogy mit gondoljon a föld laposságáról, avagy gömbölyűségéről? És volt már egy ilyen fordulat. A 90-es években kinyitottuk a kaput, a kereskedelmi televízió kinyitotta a kaput az utca emberének. És ebben semmi negatív nincs, de az történt, hogy a különböző talkshow-k, realityk egyszer csak olyan szereplőket hoztak be a média világába, akik korábban ki voltak rekesztve. Korábban a 80-as években nem csak nálunk, hanem a nyugati világban is, alapvetően a Nyugat-Európában is legalábbis, alapvetően egy közszolgálati monopólium működtette a nyilvánosságot, ahol okos emberek öltönyben, nyakkendőben okos dolgokat mondtak, és a közönség ettől rémokos lett. És aztán a 90-es években kiderült, hogy a közönség addig akar ilyesmit nézni, amíg nem kap mást. És nagyon örül annak, hogy hozzá hasonló emberek azon a nyelven beszélnek, amit ő egyébként szintén beszél és sokkal jobban ért, és olyan témákról, amik nem biztos, hogy a napi kulturális információs csúcsot jelentik, de legalább közel vannak az életéhez. És ezek a műsorok, ezek jogi szempontból mindig nagyon aggályosak voltak, hiszen ezekben rengeteg erőszak, szexualitás, káromkodás jelent meg. Egy elit nézőpontból lényegében értelmezhetetlen volt. Mégis azt lehetett rá mondani, hogy valamiféle demokratizálása történt a nyilvánosságnak, hangot kaptak azok, akik korábban nem juthattak szóhoz a médiában. Miért ne lehetnénk most is ugyanilyen pozitívak? Miért ne gondolhatnánk azt, hogy hát megszűnt az a monopól helyzete akár az újságírásnak, akár a politikának, hogy megmondja, mi az igazság. A politika esetében azért ez mindig necces, hogy a számára mi az igazság. Ugye ne felejtsük el, hogy maga az álhír, fake news kifejezés, az kifejezetten erős eszközként jelent meg a politika kezében úgy, hogy maguk a politikusok neveznek álhírnek, fake newsnak olyan médiumokat, amelyek őket kritizálják. Tehát a politika és a fake news viszonya az meglehetősen bonyolult. De az újságíró az mitől volt az igazság forrása? Ezt nagyon nehéz megmondani, az újságírókat sose választottuk meg. Az újságírók fölött nem volt társadalmi kontroll, nem kellett beszámolniuk évente valamilyen polgári bizottságnak, de mégis volt egy társadalmi konszenzus arról, hogy amit a professzionális újságírók végeznek, az
az esetek jelentős részében megbízható információ. És ez persze nem volt mindig igaz, az újságírók egyrészt tévedhettek, másrészt követtek el direkt is valótlan hírekkel kapcsolatos tevékenységet, de mégis összességében el voltunk ezzel a világgal, mégpedig azért, mert az újságírás valóban egy szakma. Egy olyan szakma, ahol etikai szabályok határozzák meg, hogy mit írok le és mit nem írok le. Van egy nagyon komoly kontrollmechanizmus az információ megszerzésétől a nyilvánosságra kerüléséig. Szerkesztők, rovatvezetők, főszerkesztők legalábbis felelősséget vállalnak azért, hogy ami megjelenik, az ne legyen teljesen blőd. És arra mindenképpen jó volt ez a világ, hogy a legnagyobb blödségeket kiszűrje. Tehát a lapos föld, mint téma, azért a 80-as években minden bizonnyal kevésbé volt népszerű, mert a hagyományos média szűrőin ez nem jutott át. A Facebook a maga demokratikus, igazságosztó módján ezt a témát abszolút legitimmé tette. Bizonyos csoportokban, akik viszont önmagukba zárva egyre erősebben hisznek abba, hogy bár a Globus elnevezés ez picit problémás, de mégiscsak hát egyre többen vagyunk, és egyre biztosabb az, hogy egyszer csak megtaláljuk a föld végét. Csak keresni kell. Mi a teendő? Mit tudunk tenni, és kinek van dolga ezzel kapcsolatban? Van-e dolga ezzel kapcsolatban az államnak, a jognak? Ez egy veszélyes kérdés, mert ha azt mondom, hogy milyen szimpatikus az a jogszabály, amelyik Franciaországban a választások előtt néhány hónappal lehetővé teszi, hogyha megjelenik egy valótlan állítás, amiről bizonyítható, hogy valótlan, akkor ezt egy nagyon gyors eljárásban a bíróság leszedeti a Facebookról, az internetről, bárhonnan. De ha azt mondom, hogy ugyanez a szabály, vagy nagyon hasonló szabály van Oroszországban is, akkor ez egy egészen más érzetet vált ki belőlünk. Amikor az állam akarja megmondani, hogy mi az igazság, abban mindig van kockázat, ahhoz nagyon-nagyon kell bíznunk az államban. Én nem vagyok benne biztos, hogy mi most olyan nagyon bízunk az államban, vagy úgy általában ezt a bizalmat az állam meg tudja szolgálni. Amit az állam tud tenni, meg a jog tud tenni egyébként, az az, hogy mondjuk egy bírósági eljárásban meghatározza, hogy mik azok az eszközök, amelyeken keresztül egy állításról be lehet bizonyítani, hogy valós vagy valótlan. És akkor megint az állam ilyen eszközként fel tudja kínálni a tanároknak azt az oktatási rendszert, amelyben a tanárok képesek lesznek és hajlandóak lesznek ezeket a témákat bevinni az osztályterembe. Az állam támogatja azokat az oktatási programokat, amelyek valamilyen módon segítenek elmagyarázni már egészen fiatal korban, hogy hogyan lehet valamilyen módon kiigazodni ebben a digitális információs tengerben. És akkor a tanároktól pedig azt várhatjuk el, hogy legyenek elég bátrak ahhoz, hogy ezeket a témákat felvállalják, legyen tudásuk arról, hogy mit is jelent a hír, mitől lesz egy hír álhír, és hogyan lehet ezt egy tizenéves korosztállyal megbeszélni. Ehhez a tanárok kapnak segítséget, nem csak a hagyományos oktatási rendszerben, hanem olyan civil szervezetektől is, mint a miénk. Ez az IDEA Alapítvány és az InfoGrund nevű oktatási programja. Ennek keretében már eddig is jó néhány tanárral volt dolgunk együtt, vagy volt lehetőségünk együtt dolgozni, akik aztán vállalták, hogy egy fél éven keresztül ezt a témát a diákokkal megvitatják, megtanítják nekik. De végső soron, és szomorú, de megint az a tanulság, ami gyakorlatilag az egész este folyamán a tanulság volt. Ezt nem oldja meg helyettünk senki. Sem az állam, sem az oktatás, sem a tanár. Nekünk magunknak kell szembenéznünk a saját gyengeségeinkkel, felismerni azt, hogy nem vagyunk annyira okosak, mint gondoljuk, és az információ fogyasztásunkban nagyon komoly korlátok akadályozzák azt, hogy tényleg egy objektív képet alakítsunk ki a valóságról, és merjünk kérdezni. Ki írta? Hol jelent meg? Milyen nézőpontból készült el ez a cikk? Merjük megkérdezni, hogy mi lehetett a szándéka, de ne menjünk túl messzire, mert ez már egy összeesküvés elmélet is lehet akár. Szándékot találni mindig a legkönnyebb. Ezt hívják úgy, hogy kritikus gondolkodás, és ez az a készlet, ez az a tudás, ez az a kompetencia, amivel valamilyen módon mégiscsak fel kell vérteznünk magunkat, és segítenünk kell a tanárokat abban, hogy a gyerekeinket felvértezzék. Mégpedig azért, mert ha nincsenek tények, ha mindenkinek igaza van, akkor megszűnik a közös alap, megszűnik a párbeszéd lehetősége, megszűnik a hatalom kontrolljának a lehetősége, mert a hatalomnak is igaza van, meg nekem is igazam van, akkor végül is mi baj van? Tények nélkül
nem jutunk társadalmilag előre, tehát nem jó az a kérdés, ami ennek az előadásnak az általam adott címe, hogy lehet-e a tényeket demokratizálni, nem lehet. A tények azok, amelyek demokratizálják a társadalmat. Köszönöm szépen.